Tanévkezdés előtt jelenléti oktatásra készülnek a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye iskoláiban. Felbecsülhetetlen érték. Egy múmia maradványait rejtette a szarkofág, amit Budapesten mutatnak majd be. Külső segítség, a vízilabda és a kosárlabda csapat egyaránt új névadó szponzort jelentett be. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió híradója, a napszemle. Augusztus 30-a hétfő van, már is mondjuk a legfrissebb helyi híreket. Jelenléti oktatásra készülnek a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye oktatási nevelési intézményeiben. A biztonság miatt a nyári szünetben mindenhol volt fertőtlenítés és tisztasági festés. A dolgozók döntő többsége pedig felvette az oltást. A tanév szerdán kezdődik. A Velencei tónál nagyon jó volt, meg a Tisza tónál is voltunk. Nyári élményeiket mesélik egykori tanítóiknak a Szent József iskola ötödikesei. Ők most a Kerecsen napokon vesznek részt, ahol találkozhatnak új tanáraikkal, és megismerkedhetnek a felsős szárnyal is. Minden osztályteremben folyik a munka, a tanítók, tanárok készülnek a gyerekek fogadására. A tanárok, technikai dolgozók szerelnek, pakolnak, javítanak, még az utolsó pillanatban is mindig kell valamit tenni ahhoz, hogy valóban szeptember 1-én úgy találkozzunk a gyerekekkel, hogy az iskola hangulatú legyen. A Szent József iskolában csaknem 900, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 10 intézményében összesen több mint 5000 diák óvodás számára kezdődik az új tanév szerdán. A nyári szünet alatt mindenhol alapos fertőtlenítést és tisztasági festést végeztek, több helyen voltak felújítások is. A fenntartó szerint minden feltétel adott a biztonságos és jelenléti oktatásra iskoláikban, óvodáikban. 917 fő az alkalmazotti közösségünk, ennek közel 90%-a oltott, a pedagógusok vonatkozásában pedig még jobb az arány. Tehát én azt gondolom, hogy az alkalmazottaink, a pedagógusaink felelősségteljes magatartással készülnek erre a tanévre. A koronavírus elleni oltásra a 12 évnél idősebb diákok számára is van lehetőség. A Szent József tanulói közül, akik eddig jelentkeztek, kedden meg is kapják a vakcinát. Be kell oltatniuk magukat a Debreceni Egyetem orvosi és egészségtudományi hallgatóinak. Aki nem adatja be a vakcinát, az elmulasztja az érintett órákat. Az intézmény álláspontja szerint a fertőzés terjedése ellen a leghatékonyabban oltással lehet védekezni. Így a képzés során a betegellátásban résztvevő és szociális ellátást szolgáló helyiségekben tartózkodó, főként tehát az orvosi és egészségtudományi hallgatóktól várják el a védőoltás felvételét. Kötelező ezzel élni az érintett karok előkészítő képzésein résztvevőknek, valamint azoknak a magyar és külföldi hallgatóknak, akik a tanulmányaik miatt egészségügyi vagy szociális intézménybe lépnek be. A magyar hallgatóknak szeptember 6-áig kell legalább az első oltást felvenni. Hiába az augusztus ősziesre fordult az időjárás Debrecenben, kedden este ráadásul egy újabb hidegfront éri el a Kárpát-medencét, emiatt szélre és esőre kell számítani. Az előrejelzések szerint azonban a jövő hét elején visszatér a napsütés. A nap próbál kikandikálni a felhők mögül, de nem túl sok sikerrel. Egy hete még póló, rövid nadrág és lengerruha volt jellemző. Ma viszont már előkerültek a kabátok, és akadt akinél a sál is. Volt már ilyen, kb. Azt hiszem 2000-ben, amikor ugyanilyen hideg volt szeptember elején, utána viszont ragyogó vénasszonyok nyara volt szeptember végén. Varga Zsigmond szerint egyre inkább összemosódnak az évszakok. Akkoriban volt rendesen tél, volt rendesen tavasz, volt ősz, aránylag jó, és akkor kemény telek. Most ez már nem is tudom, lesz-e kemény tél, mert nem volt az idén sem. Van, akit egyáltalán nem zavar a lehűlés, a gyerekek így is megtalálták a módját a szórakozásnak. Jól viselik. Szeretik a pocsolyát, pocsolyatúrázunk, úgyhogy szeretik végül is valahol az esőt. Az előrejelzések szerint kedd este egy hidegfront éri el a Kárpát-medencét, ennek hatására szerdán feltámad a szél és esőre, záporra is kell számítani, így a tanév borongósan indul majd, azután újabb változás jön. Egy anticiklon peremére kerül majd a Kárpát-medence, ennek hatására pedig több napsütésre számíthatunk, és jelentősen csökken majd a csapadék kialakulási esélye.
tehát mondhatni azt is, hogy jóval szárazabbra fordul majd időjárásunk az előző napokhoz képest. Ezt követően, ez a nyugatnapos időszaknak köszönhetően a hőmérséklet is elkezd emelkedni. A hét második felében akár már 25 fok is lehet. Az előrejelzések szerint a jövő hét elején tovább emelkedik a hőmérséklet, és kellemes késő nyári időre készülhetünk. A Déri Múzeum egyik felbecsülhetetlen értékű műkincse is látható lesz a Szép Művészeti Múzeumban. Egy nemzetközi tárlaton szeptember közepétől lehet megnézni azt a díszes szarkofágot, ami egy csaknem 3500 éves egyiptomi múmia nyughelye. A szövetbe burkolt test maradványait ma emelték ki, hogy a fából készült szarkofágot gondos előkészítés után elszállíthassák Budapestre. Különleges gondossággal, fehér kesztyűben és arckmoszkban emelték ki ma reggel a Déri Múzeum munkatársai nyughelyéről ezt a múmiát. A gazdagon díszített eperfügefából készült szarkofág ugyanis a Szép Művészeti Múzeum őszi, nagyszabású II. Amenhotep és Kora című kiállításának lesz az egyik ékessége. 1918-ban vásárolta meg Déri Frigyes Ferenc Ferdinánd gyűjteményéből. Ő ugye egy olyan múzeumot szeretett volna, ahol az összes nagy kultúrát valamilyen módon be tudja mutatni, ezért különösen fontos volt számára, hogy egyiptomi anyag is legyen. A korábbi CT vizsgálatok alapján a szarkofágban egy középkorú férfi nyugszik. A díszítés minősége alapján a tudósok azt feltételezik, hogy egy előkelő, jómódú, esetleg egy befolyásos pap lehetett a 18. dinasztia II. Amenhotep időszakából. Egy ilyen középkorú, 40-50 év körüli férfinak a váza van, illetve a mumiája van egész jó minőségben, és az ember alakú koporsó formáját és a fejlődését tekintve ehhez a korhoz egyértelműen kapcsolódik, és így a Szép Művészeti Múzeum a maga úgymond mondani valóját ezzel ki tudja még jobban egészíteni. A csaknem 3500 éves szarkofág kitűnő állapotban van. A szállítás előtt csak néhány apró javítást végzett rajta a restaurátor művész. A tárgy az amúgy egy fantasztikusan kivitelezett, tényleg egy ilyen igen kvalitásos egyiptomi tárgy. Nagyon szépen van kifestve, ugye, hogy ha nézzük közelről vagy a mikroszkóppal, akkor nagyon-nagyon jól látszanak a részletek rajta, az ecsetvonások. A felbecsülhetetlen értékű műtárgy több más egyiptomi kincsel együtt szeptember 16-ától lesz látható a Szép Művészeti Múzeumban. Továbbra is Hajdú-Bihar megyei az ország legszebb birtoka cím. Tavaly előtt Derecskére, az elmúlt évben Hajdúnánásra került a díj. Idén pedig a Hortobágyi Nonprofit Kft. Nyerte el. A cég 8000 hektáros területen gazdálkodik, őshonos magyar állatfajták tenyésztésével foglalkozik. Évente 200 000 érkeznek a pusztába, hogy megismerkedjenek az évszázados pásztorörökséggel. Lóképzés, lovaknak a fogatolását, vagy mi csikósok például a csikós bemutatót, a ménesnek a terelését, őrzését, ménessel való munkánkat tudjuk bemutatni. A hortobágy és az állattartás évszázadok óta összetartozó fogalom, a puszta ma ismert képét a legeltetéssel alakították ki és tartják fent. Hortobágyon kiemelt feladat az őshonos magyar háziállatok megőrzése és tenyésztése. A természet és génmegőrzésben végzett munkát ismerték el azzal, hogy a Hortobágyi Nonprofit Kft. Lett az ország legszebb birtoka. Az itt dolgozók szerint a cím kötelez, ezért már most a további fejlesztéseket tervezik. Az így sem kicsi létszámú magyar szürke szarvasmarha gulyánk létszámát így tudjuk növelni, de beszélhetünk itt a híres Hortobágyi rackáról, hogy az idén 350 éves hortobágyi ménes 250 kancájáról. Ezt az állatlétszámot a közeljövőben szeretnénk növelni. A díj történetében egyébként a Kft. Az első állami cég, amely elnyerte az elismerést. Az ország legszebb birtokán egyébként ősztel is több programra várják a látogatókat. Jelentős változásokon esett át nyáron a debreceni vízilabda csapat. Megerősítették a játékos keretet, ma pedig bejelentették a klub új névadó szponzorát. A cél, hogy stabil középcsapattá váljon a DVSM Master Good. Új vezetőedzővel és megerősödött játékos kerettel vágott neki a felkészülésnek július elején a DVSM vízilabda csapata. Az együttes élére a tavaly még csapatkapitányként szereplő Süveges Mátét nevezték ki. A mai szezonnyitó sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a névadó szponzora Master Good Kft. Lett. Nagyon szívesen mondtunk igent annak, hogy
nevünk mellé egy kis pénzt is adjunk a Debreceni Vízilabda Egyesületnek. Ez a kapcsolat elkezdődött, ennek a kapcsolatnak látjuk, hogy van jövője, és mi, miután hosszú távú versenyzők vagyunk, azért bízunk ebben a jövőben. Pap László polgármester kiemelte, a debreceni vízilabda számára hatalmas eredmény, hogy sikerült bevonni Kelet-Magyarország egyik legnagyobb cégét a sikersportánk mögé. A város minden évben támogatja a vízilabdát, a főszponzor érkezésével pedig még stabilabb lesz az egyesület. A város, az önkormányzat igyekszik nyilván támogatóként is, hiszen minden évben a költségvetésből a debreceni vízilabda sportot tudjuk támogatni, másrészt pedig az infrastruktúrális oldalról megfelelő hátteret biztosítani a sportág sikeréhez. A bajnokság az eddigi 16 helyett idén 14 csapatos lesz. A debreceniek tavaly osztályozón vívták ki a bennmaradást a Nagyfonizsával szemben. Idén viszont komolyabb célokat szeretnének elérni. A célunk ugye ezekkel a játékosokkal az, hogy stabil OB1-es csapattá váljunk, ne hátrafelé kelljen tekingetnünk, hanem előre, és ezáltal még motiváltabbá tenni az utánpótlásunkat, hogy még sikeresebbek legyenek ők is. A DVS az első bajnoki mérkőzését szeptember 8-án játssza hazai medencében a bajnoki címvédő Szolnok ellen. A Magyar Kupában pedig a BVSC-vel találkozik majd elsőként, másfél héttel később. Új névadó szponzora van a Deac férfi kosárlabda csapatának, a Tungsram állt az egyre jobban szereplő egyetemi csapat mögé. A szezont új edzővel kezdő Deac a tavainál is jobb eredményekben reménykedik. Augusztus elején elkezdte a felkészülést az új szezonra a Deac férfi kosárlabda csapata az új vezetőedző Milenko Topić irányításával. A Magyar Kupa döntős az NB1-ben az első négybe jutó csapattól azt várják, hogy hamarosan nemzetközi szinten is képviselje az egyetemet. Olyan folyamatos fejlődésnek lehettünk tanúi, amely méltó a Debrecen Egyetemhez is, méltó ahhoz is, hogy a kosárlabda az utánpótlás létszámát is figyelembe véve a második legnépszerűbb sport a labdarúgás után Debrecenben. Széles Diana alpolgármester kiemelte, hogy már 12 NB1-es csapata van Debrecennek, ami nem jöhetett volna össze a város, az egyetem, a kormány és a szponzorok szoros együttműködése nélkül. Együttműködés van és közös cél van. A közös cél pedig az, hogy Debrecen városa az egy sportos város legyen. Nem csak az élsportban fontos, hanem az, hogy tömegsportban is. És azt gondolom, hogy ez most már minden feltétel adott. A Deac férfi kosárcsapatának kapitánya abban bízik, hogy a tavainál is jobb szezont zárnak majd. Nagyon jó társaság jött össze, úgy gondolom idén. Egy kicsit más lesz, mint a tavalyi csapat. Más edző személyében, más edzői filozófiával állunk hozzá ennek a szezonnak. A filozófia mellett a név is változik, ma írták alá az új szponzorral a támogatói szerződést, így a csapat mostantól Deac Tungsram néven szórhatja a kosarakat. Itt a régióban, ami nekünk az egyik légdinamikusabb régió, gazdaságilag, kulturális és sportnak, és amit láttuk itt a város és az egyetem közös cél és vízió, ez is ilyen szempontból egyeni, és mi nagyon boldog vagyunk, hogy részt tudunk venni. A névszponzori szerződés 3 évre szól. Ma az évnyitón bemutatták a csapat férfi kosarasainak az új mezét is. Összejött a történelmi duplázás az U18-as 3x3-as kosárlabda világbajnokságon. Az amerikaiak mind a nők, mind a férfiak mezőnyében meg tudták védeni a VB címüket. A World Tour debreceni állomásán nagy csatában végül szerb győzelem született vasárnap. Az U18-as világbajnokság női döntőjében az Egyesült Államok és Spanyolország csapott össze. A találkozó első percei kiegyenlített játékot hoztak. Hamarosan azonban a címvédő ellépett ellenfelétől. Az amerikai lányok lendülete a végéig kitartott, és végül 21-14-re nyertek. Úgy jöttünk ide, hogy szeretnénk duplázni és ismét felérni a csúcsra. A döntőben egy erős ellenféllel találkoztunk, de mikor bedobtuk az utolsó pontot, elképesztő örömöt éreztem. Szenzációs héten vagyunk túl, minden percét élveztem, mondta ez az amerikai játékos. A férfiak mezőnyében az amerikaiak és az észtek találkoztak a fináléban. Az elején még vezetett a motiválatlan kosárlabdázó Észtország. Azt követően azonban a címvédő fordított, és meg is nyerte a döntőt 21-14-re. Összejött a történelmi duplázás, hiszen az Egyesült Államok a 2 évvel ezelőtti VB után ismét diadalmaskodott mindkét nemben.
Fantasztikus élményekkel térünk haza a világbajnokságról. Kemény csata volt a döntőben is, de végül sikerült behúzni az aranyat. Nagyon büszke vagyok a csapatra, hiszen most játszottunk először együtt hivatalos tornán, és sikerült megvédeni a világbajnoki címet, mondta ez a másik amerikai játékos. A bronzérmes a nőknél Magyarország, a férfiaknál Fehér Oroszország lett. A döntőt a helyszínen nézte meg a sportág legendája, Andrej Kirilenko is. A több mint 850 NBA mérkőzésen pályára lépő Európa-bajnok kosaras elégedetten értékelt. Rengeteg tehetséggel találkozhattunk mind a fiúk, mind a lányok mezőnyében. A győztesek mellett gratulálok a többi dobogósnak is, hiszen nem számítottak a torna esélyeseinek, mégis érmes helyen végeztek. Ez a 3x3-as kosárlabda szépsége. A papíron esélytelenebb csapatok is odaérhetnek a dobogóra, ahogy ezt itt is láthattuk, mondta az Orosz Kosárlabda Szövetség elnöke. A Debrecen World Tour Masters is fantasztikus találkozókat hozott. A fináléban végül a szerb UB 21-19-re nyert a tavalyi győztes lett Riga ellen. Eddig tartott ma a napszemle, mindjárt kezdődik az esti közelkép. A műsorban elsőként az idei turisztikai szezont értékeli Szerdi Zsuzsanna, a Hotel Lícium igazgatója. Azt követően pedig a nagyerdei szabadtéri játékok utolsó előadásáról, a Tűzliliumról beszél a stúdióban Herz Vilmos rendező koreográfus. Maradjanak velünk, viszontlátásra!